Köszöntjük! Ön a baon.hu podcastját hallgatja. És itt van már velünk a stúdióban ez Szemerédi Imre, közös képviselő, aki nemrégiben itt Kecskeméten életműdíjat kapott, amihez szívből gratulálunk, erről fogunk beszélgetni. Budapesten tetszett megkapni, viszont ugye itt Kecskeméten közös képviselő, üdvözlöm itt a stúdióban, jó napot kívánok! Köszönöm szépen! Akkor beszélgessünk is erről az életműdíjról, ugye akkor a fővárosban lett kiosztva, de mit lehet tudni erről, tehát milyen díjról van szó? Ez jellegében olyan díj, hogy a társasháznak van egy lapja, és ez a lap alapított különböző díjakat. Itt elsősorban ilyen, hogy kiváló, számvizsgáló, akkor mit tudom én, váltságmenedzser, akkor kiváló fiatal közös képviselő, tehát, és hát ugye ez az életműdíj, ez kettő házat kezelek, és két ház számvizsgáló bizottsága érdemesnek tartott arra, hogy az egyiket, ahol én lakom, ott 32 éve irányítom, és itt a Dobókörú sarkán, ami van itt Dobókörú 13-15, Batyányi 15, ezt viszont 25 éve irányítom. És hát ugye most, hogy én májusban lemondtam, gyakorlatilag hát érdemesnek tartottak arra, és akkor ugye a szaklap, ugye ez meg van hirdetve, és az interneten keresztül lehet erre pályázni, és hát a pályázat útján, és nagyon megtisztelő számomra, hogy körülbelül 700 embert képviseltem eddig, és igazából azt gondolom, hogy olyan meglepetés volt számomra, mikor a mi házunk számvizsgáló bizottság elnöke, Batyány utca 16-22 ház számvizsgáló bizottság elnöke annyit mondott, hogy hát Imre magának gratulálok, bejött az irodába. És mondom, mihez ugye, mert akkor készültem az átadásra már, és mondja, hogy akkor megkaptam e-mailen, hogy megkapta az életműdíjat. És ez a múlt hónap, hát 19-én volt, Lurdi házban volt az ünnepség, on 4-500 ember volt körülbelül, és hát ez egy ilyen rocsó jellegű dolog, tehát ez úgy gondolom én, hogy gyakorlatilag ugye ott különböző szakmákban vannak képviselők, sok-sok hát információt egyebet adnak, tehát egy előadás sorozat van, ez 3-10-kor kezdődött, és hát én 4:30-kor kaptam meg gyakorlatilag ezt a díjat. Én erre azért nagyon büszke vagyok rá, mert ebbe a szakmába ez a legmagasabb díj, úgy gondolom, és magamfajta hát ember, aki azért hosszú időt dolgozott ebbe a szakmába, úgy gondolom, hogy ezt nagyon megtisztelőnek, és nagyon köszöntem azóta is volt a Dobókör úton, hogy a közös képviselőválasztás, és hát ott is megköszöntem a dolgot, mert úgy gondolom, hogy ez nem illendőség kérdése, hanem ez valós dolog, és nekem mind a két számvizsgáló bizottság elnök azt mondta, hogy magának nem kell magyarázkodni, maga azért megdolgozott ez a dologért. Úgyhogy, és akkor tulajdonképpen ugye ez egy ünnepség sorozat volt, és nagyon szép és nagyon felemelő volt. És hát szívből gratulálunk hozzá természetesen, ugye felemelő, vagy magasztos eseményen. Igen. Milyen érzés volt a színpadra kimenni és átvenni? Vagy azt is kérdezhetném, hogy amikor az irodába belépett az illető, az úriember, és mondta, hogy gratulál önnek, hiszen ővé lett az életműdíj, akkor milyen érzések fogták el? Hát igazából, amikor ugye ott abban a nagy teremben, a Lurdi ház kongresszusi termében volt ez a bizonyos ünnepség is, meg egyáltalán ez a rocsó, ahol ugye ezek itt előadások sorozatok voltak. Hát, hogy mondjam, olyan kicsit szorongva mentem föl. Na most igazából ugye figyelmeztetett a főszerkesztő helyettes mindenkit, hogy van lehetőség arra, hogy hozzászóljon a dolgokhoz. Hát mondjuk azért jó nagy tömeg volt ottan, és természetesen én hozzászóltam, és megköszöntem azt, hogy ugye a társasház szerkesztőségének, hogy ők érdemesnek tartottak erre, mert egyébként meg azt mondom, hogy semmit sem ér a dolog akkor, hogyha innen hiába ajánlanak, hogyha az a Budapesten az a bizottság, hogyha az nem látja érdemesnek az illetőt.
Tehát egyébként erről szól ez a dolog, és hát ugye ott fényképfelvétel is készült, mikor kezet fogtunk, meg átadták a díjat, ez egy nagyon felemelő érzés volt egyébként. Azt mondtam, hogy ez egy, hát 77 éves vagyok, tehát itt ennek a munkának ez a koronája meg a csúcsa, és akkor utána adtak lehetőséget arra, hogy akkor ott köszöntsem a jelenlévőket, megköszönjem a díjat, társasházak, meg egyéb is, és hát úgy mondom, hogy akkor a tapsot kaptam, hogy ennyit tudok mondani erről a dologról. Ugye említette a pályázatot, hogy pályázni kellett erre a díjra. Igen. Ez hogyan működött egészen pontosan? Tehát önt ajánlották, vagy önnek kellett megírni a pályázatot? Na most egy pillanat, én erről nem tudtam, bátorkodom azt mondani, tehát én erről nem tudtam, hanem a kész számvizsgáló bizottság elnök ugye összefogtak, és tulajdonképpen ők ezt a pályázatot gyakorlatilag ők töltötték ki, mit tudom, fényképekkel, házat lefényképezték meg hát amit tettem, meg amit ugye volt egy nacionálé rész, ahol ugye le kellett írni, hogy ki mit csinál, és hogy alakult a dolog, és akkor utána ugye ez megadott határidőre kellett ennek a bizonyos, hogy mondjam, pályázatnak bemenni, és utána ugye az ország minden területéről voltunk ott, igazából Nyíregyházától, szóval nagyon sok helyről voltunk, és ez egy ország, ez minden évben van az országos értekezlet. És akkor tulajdonképpen én azért lepődtem meg, mert amikor a mi számvizsgáló bizottság elnökünk mondta, hát mondom, akkor én ezt nem értem, mondom, az Imre magának erről nem is kellett tudni. És hát azért ez tényleg a legjobb, én azt gondolom abban, hogyha valaki díjat kap, hogy mások ismerik el az Igen. ön munkáját, és ezt tényleg csak gratulálni tudunk. Igen. Beszélgessünk arról, hogy ugye itt Kecskeméten említette, hogy az egyik háznál 32 éve, a másiknál 25 éve volt közös képviselő. Hogy alakult ki egyébként, hogy két háznál is ellátta itt a közös képviselői feladatokat? Na most én 1900, hát még akkor ugye aktívként dolgoztam, én vasiparos vagyok igazából, ha mondhatom ezt, tehát én a fémmunkásvállalat, én gyerekkorom óta ott dolgoztam olyan közel 43 évet, ameddig eljöttem, 40, inkább 44 volt, ami nyugdíjba, mikor eljöttem, és hát gyerekkorom óta ott dolgoztam, és 92-be kértek föl engem arra, hogy elmondok egy olyan dolgot, hogy ez 120 lakásos társasház, ahol én lakom, ez a rendőrség mellett van a ház, és gyakorlatilag azt mondja, hogy 117-en írták alá, hogy én legyek a közös képviselő. Na most hát én nekem, hát úgy nem volt fogalmam se róla, mert hát végső soron hogy lett volna, ugye a szakmában dolgoztam, ott lakatosként, lakatos brigádvezetőként, majd mikor a technikumot elvégeztem, akkor művezetőként dolgoztam nagyon hosszú időn keresztül, nagyon sok ember tartozott hozzám, úgyhogy fiatalember létemre is hát elismerték a szakmai hát hozzáértésemet a dolgokhoz, és igazából akkor 92-ben, mikor megválasztottak, hát előttem 6 évig 3 közös képviselő volt, de hagyd ne beszéljek erről. Na most erről az időszakról igazából én akkor elkezdtem a munkát, üzletek kialakítását, volt 3 üzlet, üzletek kialakítását a Batthyány 16-22-be, és kérem, akkor volt 3 üzlet, most meg van 8. És igazából nagyon stabilak, nagyon jó bérlőjeink vannak. Majd ugye utána, mivel azért a ház 86-ba épült, ugye, és 92-ig ugye azért végső, szóval 6 év telt el, de ugye kellett kezdeni bizonyos dolgokat, tehát ugye új ember voltam, nem bizonyítani akartam, vagy akármi, hanem amit nem láttam jónak, azokat megváltoztatni, meg egyáltalán azokat nagyon kemény dolog volt, nagyon komoly ellenállásba ütköztem bizonyos dolgoknak, de engem az különösebben nem zavart, mert én olyan típusú ember vagyok, engem az apám arra tanított, hogy fiam, ha te bármit kezelsz, azt komolyan vedd, és ha pénzzel foglalkozol, akkor minden fillérre számolj el, az nem a tiéd, fiam,
hanem az a közösségé, vagy bárkié. És én így éltem az életemet. Milyen tevékenységet folytattam is én, kérem szépen, milyen idő, ami fontos időszakok, és nagyon fontosnak tartom, kérem, a háznál, ugye elkezdtük a lépcsőházak festését azért 6 év után, nem beszélve a bejárati ajtók tulajdonképpen nem megfelelő minőségűek voltak, pert indítottunk, megnyertük, és új bejárati ajtókat, ami ma is üzemelnek, új bejárati ajtókat megnyertük és megcsináltattuk őket, majd igazából jöttek ugye sorba liftekkel, bármikkel kapcsolatban folyamatos javítás, folyamatos dolgok, problémák, amik nagyon fontosak a számomra a háznál, az kérem szépen, amikor a kormány programjába tette a fűtéskorszerűsítést, akkor kérem szépen, igen komoly csatát kellett vívni a fűtéskorszerűsítéssel. Én azt ígértem, még akkor a házunk nem volt messzpanel, a házunk nem volt szigetelve, és én azt ígértem 2008-ban, hogy vegyék úgy, hogy olyan 20-25%-ot fog a fűtésdíj csökkenni, nem lakásonként, hanem az épületnek a fűtésdíja. Hát kérem, nagyon sok lépcsőházi értekezetet, nagyon sok vita volt, és úgy gondolom, hogy a végén megértették a lakótársak, hogy mi a helyzet, és 2008-ban szinte azt mondhatom, hogy a pályázati lehetőségeket mindig kihasználtam, ami pályázati lehetőség volt, és tulajdonképpen támogatta ugye az önkormányzat, sőt a termosztár is, ő is támogatta. Hát nekünk nagyon olcsóba került, ezek felszerelésre kerültek. Majd 2011-ben a panelpályázat keretén belül kérem, kiírták a pályázatot, pályáztunk, az első pillanatban elutasították, nem hagytam annyiba. Abba egy kis mondat volt, ami probléma volt, és azt a problémát azt én megragadtam, és 4 napra rá megkaptuk ismét a pályázatot, hogy akkor ami hiba van, akkor azokat javítsuk ki, mert ugye egyébként mindenbe hibát találtak, de nem probléma ez, és megnyertük a pályázatot. 2011-ben kérem, akkor a házunk, akkor kezdődött a szigetelés, mint egy 10 centi szigetelés van a házunkon. Hát az nagyon sok meló volt, mert én az a típusú ember vagyok, hogyha ugye ez egy 44 milliós beruházás volt, és ez még az a kategória volt, hogy egyharmadát az önkormányzat, egyharmadát az állam, és tulajdonképpen egyharmad volt a miénké. Na most ez, azt kell mondanom, hogy ez utófinanszírozott volt, ha nyilvánnyi pénzünk nem volt, mert én mindig arra törekedtem a háznál, hogy ne a felújítási alapot gyűjtsük, hanem gyakorlatilag, hát csináltassunk meg mindent, és legyen szép a ház belülről is, meg kívülről is. Tehát nekem ez az alapvető motto a munkámba, és a lényeg az, hogy én ott a szigetelés kivitelezése után ígértem az igen tisztelt, amikor ugye ment ez a beszélgetés, igen, az igen tisztelt tulajdonos társaknak ígértem azt, hogy megint 25% megtakarítás épület, tehát nem személynek, hanem épület, nem mindenki annyit fűt, amennyit akar. És kérem szépen, ma kimerem önnek jelenteni, hogy úgy hagytam ott a házat, hogy az épület maga 50%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint 2008-ban. Tehát óriási nagy dolog ez. Ezt észrevették az igen tisztelt lakótársak is. Volt egy olyan fogadó órám, ahol az egyik illető azt mondta, hogy nem érti, hogy hát miért hozok én létre ilyen dolgokat, meg akármi, mert ez úgyse lesz igaz, ez csak egy beszélgetés, és kérem, ugyanaz a személy, ez volt körülbelül május-június táján, ugyanaz a személy decemberben, ugyanaz a kör előtt elmondta, hogy tévedtem, és igaza volt a képviselőnek. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép, ez egy nagyon komoly meló volt, egy nagyon komoly meló volt. Még ott szeretném elmondani azt, hogy kérem, 10 évre vett föl a házunk közel 14 millió forintot, és
mivel a lakáskaszba közben lejárt, és számoltam erre, 3 év, 1 hónap alatt visszafizettük a banknak, nem szívesen vettél, mindegy, visszafizettük ezt, és kérem az állami támogatást is, önkormányzati támogatás, maximális támogatást kaptam az önkormányzattól, és köszönet érte, akkor meg is köszöntem akkor a Zombor Gábor polgármester úr volt, nagyon jó viszonyban voltunk, és tényleg azt mondhatom, hogy a polgármester úr maximálisan mellettünk állt, és mindent elkövetett azért, hogy tényleg ez a program sikerüljön. Na most ugye menet közben, ugye, amikor én átvettem a házat, akkor ugye, hogyha valaki megnyomta a földszinten a kapcsolót, akkor kérem, az egész 6 emeleten végig égett. Ugye az volt az első energiatakarékosság szempontjából, volt az első dolgom, hogy emeleti szinteken, tehát beépítettünk ki a megszakító rendszert, és az emeleten akkor csak az a 3-4 égő éget összesség, és akkor ez is egy jelentős energiamegtakarítás volt a házunknál. Akkor kérem szépen, ugye festések, liftekkel kapcsolatosan, azért mindig van 1001 probléma egy ilyen társasháznál. Én ezt éjjel-nappali szolgáltam, folyamatos szolgáltak tekintettem. Mindig kérem, engem éjfélkor is föl lehet hívni, és én éjfélkor is elmentem. Szeretném azt mondani, hogy a 32 év alatt kialakult körülöttem egy olyan javító bázis, hogy így mondhatom, aki villanyszerelő, dugelhárító, vízvezetékszerelő, meg sok-sok ilyen ember, kérem szépen, akik nagyon tisztességesen és becsületesen végezték, ismerték a szigorúságomat, tudták azt, hogy mit, hogy, de én éjfélkor odaszóltam, Tibikém, ilyen probléma van, Imre bácsi, 10 perc múlva vagy 4 óra múlva ott vagyok, és ott is volt. Ugye itt ez azért nagyon fontos, hogy egy magamfajta vezető ugye azonnal el tudja hibát hárítani, mert ugye itt 6 emeletről van szó. Ugye itt majd a másik házam nyilván magasabb, de attól függetlenül ez speciális, tehát 6 emeletről és leázhat minden. Óriási kár keletkezhet, tehát én úgy gondolom, hogy ez is kialakult, nagyon jó viszonyba kerültünk a srácokkal, akik a vállalkozásokkal bedolgoztak hozzánk, és nekünk nem volt mindegy, hogy egy hosszú kapcsolat kialakult árak vonatkozásába se, tehát nem mindegy az, hogy én idegent nem is nagyon hívtam, ugye ez kialakult, és ezekkel mentünk végig, kaputelefonokat cseréltünk, ugye ez a régi aranyosak voltak a kaputelefonok, de hát ugye idejét múlta, és ki kellett őket cserélni. Tehát sorba végig mentünk minden olyan dolgon, ami a házat, hát ugye mikor megjelent a ház a szigetelés mikor megtörtént, akkor Varga Mónika nálam lakott, a televíziónak, a KTV-nek azt hiszem szerkesztő műsorvezetője volt a Varga Mónika, és hosszú ideig ott lakott, és mondta, hogy hát akkor szeretnének velem interjút készíteni, mondtam, hogy én nem adok semmiféle interjút, de azt mondja, ugye azt megengedem, hogy a házat lefényképezzék, hogy ez ilyen szépen alakult. Mondtam, minden további nélkül, azt megtették, és úgy gondolom, hogy be is mutatták, hogy honnan és ilyen szempontból hová jutott a ház. Na most én nagyon komolyan és nagyon keményen vettem mindenféle dolgot, ami a társasházzal kapcsolatosan. Most ugye, hát 1998-ban egyszer az irodajtón kopog 3 ember. És akkor bemutatkoznak, hogy ők a Batthyány 15 dobókörú 13-15-ös háznak a számvizsgáló bizottsága, és hát gondoljam végig, szeretnék, hogy elvállalnám a házukat, és mondom, miért, hát van maguknak vezető. Azt mondja, igen, de egy, hát ugye nem megfelelően kezelte a pénzeszközt, és ugye közben ugye kiment Amerikába, és gyakorlatilag, hát itt több millió forint probléma volt, rengeteg problémába volt a ház, kérem. Én azt ígértem közgyűlésen, én teljes idegen voltam ott, hát jó, volt egy-két ismerős meg egyéb, de attól függetlenül teljes idegen voltam, és a jelenlévők mindenki rám szavazott. Hogy akkor, ugye ők körbejárták meg a dolgot, meg minden a számvizsgáló bizottság, és kérem, onnan kezdődött a meló el. Tehát ugye azt a pénzeszközt, amikor
amikor én a közülésen azt ígértem, hogy én a múltnak a dolgaival nem tudok foglalkozni. Én csak az, igen ám, csak ugye 5 év az évülési idő, és kérem szépen, mondom a számvizsgáló bizottság elnökének, hogy Feri bácsi, kérem, gondolja végig, hogy tulajdonképpen fél év van még hátra, és elévül, és egy fillért nem kapnak, tehát őt javítani kell-e? Hát Imre, kérem, azt mondja, akkor bele kellene ebbe a dologba kapcsolódni. Hát én belekapcsolódtam, van egy nagyon ügyvédünk, és szóltam neki, és tulajdonképpen elhívtam a gyerekeit, ugye, mert az anyuka ugye az kint volt Amerikába, és gyakorlatilag hát ő mondta, hogy ők nem tudják kifizetni, és hát mondtam, kérem, akkor beadjuk a bíróságra, és szerencsére nem kellett bíróságra menni, hála Istennek, és igazából akkor mi megkaptuk a pénzt egy kis tódásra, a teljesítőt meg tudtam csináltatni a háznak, és hát onnan kezdődtek ugye a dolgok, sok-sok dologba szigorítani kellett, sok-sok át kellett gondolni annak a háznak is a költségvetését, mindenféle szempődés vizsgálatárgyával kellett tenni, hogy mit lehet tenni az véget, hogy a bevételek növekedjenek. Ugye több, hogy mondjam, mobiltelefontársaság keresett meg, és hát na most az egy elég nagy támadási felület volt a számomra, és kérem szépen, én ennek ellenére, én tudom, hogy az egészségre nem ártalmas, mert ugye ezek a sugarak, ahogy mennek, ugye ezek abszolút nem, hát ugye itt vizsgáltatjuk egészségvédelmi szempontból, egyébként a teljesen rendben van. Az a két üzlettel, kérem szépen, meg volt egy harmadik antenna fönn, ma azt mondom önnek, hogy az bruttóba durván közel 4 millió forint a bevétel onnan lakóközösségnek. Óriási, óriási nagy pénzeszköz, meg hát ott is, amit lehetett a bérleményeken, ott is rendeztem a dolgokat, és kérem, az elmúlt esztendőben májusig bezárólag 95 forint volt négyzetméterenként a közös költség, ami azt hiszem, hogy aki társasházban lakik, az elgondolkodik rajta. Nyilván én elmondtam a lakóknak, hogy azt a lehetőséget, amit gyakorlatilag ebben én látok, egy kicsit azért ők is élvezzék ilyen szempontból, és megértették is, megszűnt. Ma ezt kérem, ezek olyan dolgok, ezek ugye nagyon szép pénzeszközzel ugye rendelkezik a ház. És én úgy gondolom, hogy itt a sok felújítás, festés, lifteknél, én a liftre nagyon allergiás vagyok. A lift az azért van, hogy tulajdonképpen a szolgálja a tulajdonos, és nincs mese. A szolgálni kell, kérem. Ugye, és annak mindig jónak kell lenni. Én szorultam már be liftbe. Tessék? Szorultam már be liftbe otthon. Én elhiszem. Nálunk a lifteknek ugye ugyanakkora a beltere, magyarán a teher része, ugyanakkora, mint a külső része. Neki egy ajtót kell kinyitni, és gyönyörű szépen szekrényt, bármit be lehet tenni, tehát nyilván ez a dobókörúton is ugyanúgy van, meg a Batthyányin is. Na most igazából ugye lifteket felújítottam, hajtótárcsa, kötélcsere, ajtókat lecseréltettem, tehát sok-sok dolgot megoldottunk, kérem szépen. Ja, még szeretnék visszatérni, hogy a Batthyányira azért szeretnék visszatérni, hogy ott a világítást kétszer korszerűsítettük, mivel panel és műanyag padlós volt, kérem szépen, azt mondja, mintegy 10 millió forintunkba került, tehát lejárólapoztattam gyakorlatilag a teljes házat. Tehát azt jelenti, hogy igazából mintegy, hát durván azt hiszem 2000 négyzetméter volt, amit le kellett, és az apránként, nem egyszerre, hanem egy lépcsőházat, így mentünk szépen sorba, tehát ez is megvan, festésekkel eljövek el, csak azért ez a Batthyányin, már ez most így kimaradt. Na most ugye itt a Dobókörúton ugye megszokták a szigorúságomat,
megszokták azt, hogy kérem szépen, nálunk a közgyűlésen ott esetleges dolgok, továbbmenetel dolgokba voltak, de tudomásul vették, amit mondtam, de ez ugyanaz vonatkozik a Batthyányira is. Tehát én úgy gondolom, hogy a két háznál én nagyon-nagyon hát meghonosítottam azt az akaratomat, hogy legyenek a dolgaink rendbe. És nagyon szeretném elmondani, hogy a munkatársaimat, a házmestereket tulajdonképpen, ugye meg két házmester, én egy együttműködési dolgot hát találtam ki, mégpedig olyan formában, hogy ez egy folyamatos munkarendnek számít. Nyilván nem kell dolgozni csak a 7-5 napján, de egyébként a liftek végett. Ugye, mert ezek a lifteknek a kijelzőrendszere az a házmesteri lakásokban vannak. Ugye, mert mi a munkakörrel adunk házmesteri lakást, szolgálati lakást mind a két háznál, és ezek ott vannak elhelyezve. Én mind a két háznál kérem szépen mert ugye addig, ameddig ez nem volt továbbfejlesztve, addig csak az volt, hogy hát a házmesternek úgy otthon körül üldögélni meg akármi. Kérem, én odáig fejlesztettem a dolgokat, nyilván megfelelő szakemberrel, hogy ugyanolyan mobiltelefonon tudja, valaki jelez neki, megnyomja a gombot, és mit tudom, 5 perc múlva ott van, és már ki tudja menteni, vagy bármilyen dolog. Tehát ezt olyan témáig fejlesztettük, hogy tulajdonképpen mobiltelefonról lehet ezeket a dolgokat irányítani. Tehát ez is tulajdonképpen egy nagyon fontos dolog volt. Nálunk nem sokáig van az illető a liftbe, mert lehetőség szerint a legrövidebb időn belül kimentésre kerül. És karban vannak a liftek, ezek nagyon allergiás vagyok a liftekre, azoknak jónak kell lenni, itt mese nincs. A Batthyány 16-22-t egy arra alkalmas közös képviselőnek sikerült átadni, úgy gondolom, hogy itt a Dobókörúton is egy arra alkalmas közös képviselőnek itt sikerül azt is átadni, és akkor utána tulajdonképpen a számomra így a munka, akkor így megszűnik. Van egyéb dolgom, amik elmaradtak, mert ugye ezek azért elég komoly időt vettek igénybe, de nem bánom, és ez jó dolog volt. És hát reméljük, hogy nekik is akkor ilyen sikeresen fog majd sikerülni a közös képviselői munka. Én nagyon szépen köszönöm, nagyon hogy beszélgethettünk, és tényleg még egyszer gratulálunk az életműdíjhoz. Nagyon szívesen. Szemerédi Imre volt tehát a vendégünk, aki Kecskeméten hosszú-hosszú éveken keresztül, ahogyan azt hallhatták, közös képviselőként dolgozott, és nagyon sok mindent tett le az asztalra. Vele beszélgettünk, viszont most a műsoridőnk végéhez érkeztünk. Én búcsúzom önöktől, további jó rádiózást mindenkinek, Vizzalánt hallották a viszonthallásra.